A férfiak határozott csapásokkal kaszálták a tiszaeszlári gabonát, és az asszonyok is szorgosan arattak. Akadt olyan, aki már több mint 70 éve foglalkozik ezzel a hosszú előkészületű munkával. Októberbe vetik el a magot, és 9 hónap múlva aratja le az a gazdálkodó, aki ezzel foglalkozik. Addig nincs jövedelme a vetés, a szántás, talajmunka. Ez mind költséges munka. És majd csak júliusban kapja meg érte a fizetséget a mezőgazdaságban dolgozóan. Az aratónapot azért szervezik meg évről évre, hogy a hagyományokat ápolják, valamint hogy a fiatalok megismerjék elődeik gépek nélküli aratását. A tapasztaltak közül sokan tanácsokkal segítették az ifjú kaszásokat. Az első foka, hogy jól kaszáljon, megjelenjen élezve, megkalapálva, utána a csapórendszer rendben legyen, és akkor a kaszát, aki üzemelteti, annak arra kell ügyelni, hogy a jobb kar fel, bal kar le, hogy a zajja dolgozzon a kaszának, és akkor vágja a kaszát rendesen a rendet helyre. A lekaszált gabonát sarló segítségével marokban szedték, majd a kévébe kötést mutatták be az érdeklődőknek. Egyet csavarunk rajta, ide lehajtjuk. Most kell beletenni a kévét. A megkötött kévékből kereszteket raktak a tarlón, azokat pedig lovas szekérre rakták, úgy vitték el a tiszaeszlári Ádám kertbe, ott már a cséplést nézték meg a rendezvényen résztvevők. Igyekszünk visszavezetni a gyökereinket az aratáshoz, a szent kenyérhez, a búzához, a kalászhoz, és innen ered ez az emléknap, ez az aratónap, és nagyon-nagyon sokan eljönnek olyanok, akik már korábban elköltöztek innen, vagy a családjuk itt élt, de most visszajönnek, mondom, Kecskemétről, Budapestről, Miskolcról, és szerte az országban nagyon sok helyről jönnek, és ilyenkor együtt vagyunk. A tiszaeszlári aratónapon az új kenyeret is megáldották, valamint katonai bemutatót tartottak, a színpadon pedig többek között a helyi mazsoret csoport előadását is megtekinthették a résztvevők.